Az elmúlt néhány évben jelentős sportcélú beruházás zajlott Bonyhádon. Elég csak a sportcsarnok átépítésére, az atlétikai pálya korszerűsítésére vagy a labdarúgó pálya átépítésére gondolni. Sportlétesítmények Magyarországi Szövetsége 2021. október 19-én Bonyhádváros önkormányzatát sportlétesítmények emlékdíjjal tüntette ki. Ez egy nagyon nagy megtiszteltetés a városnak is, illetve a Bonyhádi Sportcentrumnak is, hiszen ezzel elismerték gyakorlatilag azt a munkát, amit az utóbbi években a város végzett a városban, sportinfrastruktúra fejlesztés területén. Ugye, aki jön a városban, mindenki látja, illetve aki régi motoros és nagyon a sportban jártas, nagyon örül neki, hogy az utóbbi években tényleg ilyen hatalmas fejlesztéseken mentek keresztül a létesítményeink. 2018-ban a sportcsarnok vált európai színvonalúvá, tavaly pedig a sportpálya és a hozzátartozó szálláshelyek kaptak új arculatot és teremtöttek lehetőséget a helyi versenyzőknek és a civil felhasználóknak. A város pedig az egyik központja lehet a vidéki edzőtábori hálózatnak. Mindezen túl nagyon sokat tesz a város a sportfejlesztését, hiszen támogatja az egyesületeket, fenntartja őket gyakorlatilag, és próbálunk minden egyes olyan lehetőséget kihasználni, ami itt marad a városban és fejleszti a létesítményeinket. A szövetség az figyelemmel kíséri, hogy az országban milyen fejlesztések valósulnak meg sport területén, és gyakorlatilag Tompa Andor elnök úr hívott föl, nagyon megörültem neki még szeptemberben, hogy arra gondoltak, hogy látják azt, hogy Bonyhádon mi történik az utóbbi években, és arra gondoltak, hogy szeretnék a városnak adni ezt a díjat. Ez nagyon nagy elismerés, hiszen gyakorlatilag az Egyesület 1991 óta működik, tehát most volt 30 éves az Egyesület, 2005 óta osztják ezt a díjat, és olyan önkormányzatot kapták meg, mint például Debrecen, Szeged, Tiszaújváros, tehát nálunk jóval nagyobb települések, és ez ezért is hatalmas szó egy 13 ezeres kisváros életében. A díjnak jelentős sportmarketing értéke van, mondja Küldőgaland, hiszen az adományozó szervezet küldetésében az érdekérvényesítés is szerepel. Ennek megfelelően az elismerést kapó önkormányzatok számíthatnak támogatásra. Igazából ez nekünk egy elismerés, én azt gondolom, hogy mi ezt megkaptuk, ezt a díjat, és az arra egy elismerés, hogy jó úton járunk, és ezt az utat szeretnénk folytatni. Számos terveink vannak még, éppen a minap egyeztettem polgármesterasszonnyal, és újabb ötletekkel álltunk elő, hogy mit lehetne még egy kicsit, milyen területen lehetne még egy kicsit fejleszteni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy jó úton járunk, de szeretnénk tovább folytatni ezt a dolgot.